Szevasztok, Skackén Gabi vagyok, és itt lennék a következő videómban, amiben egy tutorial videóval jöttem nektek. Ebben a videóban meg fogom mutatni, hogy hogyan szoktam csinálni a videóimhoz az indexképet. Videóimhoz az indexképeket a Photoshop CS6 Portable nevű alkalmazással csinálom. Ezt most el is indítjuk gyorsan. Miután elindítottuk, én itt az egyik előző indexképemet betöltöm, szóval csatorna, kész indexképek, itt nagyon sok indexkép van az összes eddigi videómról. Itt rámegyek mondjuk erre a videóm indexképére, itt úgy szoktam, hogy ezt kitörlöm, ezt így leszedem az egészet, így, hogy üres legyen az egész, és ilyen méretbe kell megcsinálnunk az indexképet. Először is fel kell mennünk ugyebár Minecraftra, és ez az indexkép a 5 enchantoló szoba dizájnhoz fog készülni, amit a Minecraftban, de esik az eső, meg laggolok, na várjatok, akkor elállítjuk az esőt, és nappal az meg, nem tudom ez miért nem működik, ez azért van, hogy nappal legyen, de hát akkor timeset 0. Jó, szóval akkor reggel van, ugye ezt a videót már láttátok, mert ez amit most csak ez később fog kikerülni. Az is csináltam, hogy egyszerre lefényképezem mindent, de szerintem az nem nézek ki olyan jól. Szóval szerintem úgy fogom megcsinálni az indexképet, hogy innen lövök egy fényképet, és ez lesz maga az indexkép. Szóval keresünk egy jó pozíciót, ugyebár megnyomjuk az F1-et, hogy ne látszódjon a kezünk. Mondjuk, nem tudom, hogy kéne ezt megcsinálni. Talán innen ez így jó lenne. Ezt így beállunk úgy, ahogy akarunk. Én tegyük fel, hogy így. Megnyom az F11-et, hogy full képernyőbe legyünk. És megnyom a print screen-t. Meg is nyomtam. És akkor megint F11, és ha jól, mindent jól csinálunk, Ctrl-V-zünk, akkor itt lesz a kis print screen-ünk. Jó, itt is van az alapja az egésznek. Itt most el kell döntenünk, hogy hogy akarjuk folytatni. Szóval én azt fogom csinálni, hogy magát az enchantolót, azt élesbe fogom hagyni, a hátteret meg kicsit elhomályosítom. Úgy kell megcsinálni, hogy megfogod ezt a toll kijelölő eszközöt, ezt, és ezzel az egészet kijelölöd. Tehát így szépen körbe az egész enchantolót. Jó, körbejelöltük az egészet, ugye most így néz ki, és akkor ugyebár rámegyünk újra ezzel a kis tollal, jobb klik, és akkor kijelölés létrehozása, itt nyomok egy Ctrl-C-t, aztán egy Ctrl-V-t, és így ezzel elérem ezt, hogy így külön ki legyen ez vágva, szóval nagyon király, viszonylag jól sikerült kivágnunk, igazából rá kéne igazítani pontosan úgy, ahogy volt. Oké, ez így megvan. Szóval mindent jól csináltunk szerintem. Hát egy nagyon kicsit látszik meg, ha elveszük ezt. Jó, mindegy, elfogadjuk. Akkor a háttéret elhomályosítjuk. Rámegyünk a szűrőre. Itt rámegyünk a éretlenítésre. Itt a Gauss éretlenítés. Nem tudom, hogy kell kiejteni. És itt ugye bár ezt a réteget el fogja halványosítani. Szóval, hogy homályosítani, hülye vagyok. Szóval ennyire nem szabad ennyi nagyon elhomályosítani. Szóval úgy, hogy még azért ne is legyen annyira homályos, de azért kiemelkedjem az enchanting table. Például ennyire, szerintem ennyire nagyon ki. Ja, kíkszeltem. Jó, ezt elrontottam, ez fajír. Igen, ne csináljátok azt, hogy csak kíkszeltek, mert akkor eltűnik az egész. Jó, hogy megvan, és okozzátok le. Szóval így néz ki az egész, és így jobban kiemelkedik ez az egész enchantoló. És ugyebár most megcsináljuk azt, hogy ezt a réteget, amit kivágtunk, erre rakunk körvonalat. Mindjárt eldöntöm, hogy fekete vagy fehér legyen, melyik illik hozzá. Fehér az így illik hozzá, inkább fehér lesz, mert az jobban illik hozzá. És mondjuk legyen a körvonal, ne legyen ilyen nagyon nagy, hanem meg nem is legyen nagyon pici, hogy így látszódjon. Szerintem egy ekkora körvonal az elég király. Szóval így kiemelkedik szerintem az egész. Leokézzük, és innen is től már csak egy skint kéne belevágni, hogy ugye tudni lehessen, hogy ezt én csináltam, ezt az indexképet. Amint rá azt fogjuk csinálni, hogy megnyitjuk ezt a Minecraft Skin Weaver-t, megnyitottuk, és akkor itt rámegyünk, hogy Brofse, nem tudok beszélni, mindegy, itt megnyitjuk a skinünket, itt van, hogy Gabezum, ugye megnyitom a skint, és itt beállítom úgy, ahogy akarom, mondjuk, nem tudom, milyen legyen, várjunk, hogy néz ki. Legyen így legyen úgy, hogy így oldalról, tehát így,
Mindjárt megnézzük, hogy hogy néznek jól. Mondjuk ez a keze legyen így. Jaj, ez meg legyen... várjunk. Ezt így beállítom, szóval ez a keze meg legyen így. Na, ez így mi? Ez így nem is lett annyira rossz, szóval ez ilyen lesz. És itt rám ez save image ez. És akkor itt lementjük, hoppá, ezeket ne nézzétek itt. És akkor itt lementjük mondjuk azzal, hogy... Mit tudom én, skin. Jó. Miután megnyitottuk a skinünket, ugye így fog kinézni. Ugye itt kijelöljük, Ctrl-C, és ide Ctrl-V-zük, és itt eldöntjük, hogy hol legyen. Én amondó vagyok, hogy itt most már, ha erre nézek, akkor jobb oldalt legyen. Szóval legyen mondjuk talán így, vagy akár azt is lehetne, hogy a könyvespolc mögé, szóval így csináljuk. Na, szerintem így még királyabb is, de akkor lehet, hogy ilyen úgy kéne, hogy azért olyan legyen, mint ha tényleg ott lennék a Minecraftban. Azért méretarányos legyen az egész. Így. Így talán még jó is, ha ide rakjuk mögé. Hát... Vagy ide... Nem, itt lesz, az biztos, hogy itt lesz. Csak hogy... így. Így, tegyük fel, hogy így. És akkor így látszik az egész. Szóval így néz ki egyelőre az indexképünk, és szerintem ez már elég is ennek a videónak. Szóval itt már annyit kell csináltak, hogy rámentek. Mentés másképp. Itt van a kész indexképek. Rámegyek, hogy PNG. És beírom azt, hogy... mit tudom én, öt legjobb, az hiszem, hogy öt legjobb, pont PNG, mentés, itt van ez, már ez fel van töltve, be is van ütemezve augusztus 13-ára, remélem, hogy egyén indexkép, itt kiválasztom, hogy csati, itt rámegyek, hogy kész indexképek, és öt legjobb, itt van, rámegyek, hogy megnyitás, itt már tölti is az egészet, és itt van, itt az egész, és akkor itt van, hogy közététel augusztus 13-án, és akkor ha minden igaz, rámegyek erre. És itt is van a videó. Ugye ezt már ti láttattátok ezt a videót. Szóval ennyi az egész. És nézzük meg, hogy az indexkép is működik-e. Tehát ha ide jövünk, akkor látszik az indexkép. Igen, látszik az indexkép. Szerintem nem lett annyira rossz indexkép. Nagyon hasonlít ez a tábortűzésnek az indexképe. Szerintem... Jó királyság lett ez az indexkép, jó király lett, oké, nem tudok beszélni. Szóval köszi szépen, hogy itt voltatok, srácok, ez egy tutorial videó lett volna. Nem sokszor szokott ilyen lenni a csatornán, de most kivételesen volt. Szóval, ha szeretnétek még valamilyen tutorial videót, amiben segítek nektek, vagy akármit, akkor ezt jelezzétek nekem kommentben. Én Gabi voltam, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!